Hölgyeim és Uraim, jó estét kívánok ehhez a nagyon különleges Tudomány a kocsmában előadáshoz. Hála Istennek, 3 évvel ezelőtt már megvolt az a megtiszteltetésem, hogy egy Tudomány a kocsmában előadást tarthattam, egy igazi kocsmában, előtte egy sört ittam, és a hallgatók is. Így nem csak a maszk, hanem az is, hogy ez nem egy vendéglőbe vagy egy borospince kert helyiségében van, mutatja, hogy a címbe jelzett új korszak esetleg már nem is annyira új vagy előttünk álló, hanem lehetőség szerint már itt van. Mindazonáltal a jobb érthetőség kedvéért leveszem a maszkot, hogy azok, akiknek a szó hangereje mellett a szájmozgás is szükséges, jobban megértsenek. Miért van ennek az előadásnak ez a hármas címe? Víz, rizikó és új korszak. A víz azon kívül, hogy az élet elengedhetetlen szükségessége és a világ jelenlegi monitorozása alapján egyre növekvő regionális vízhiányokkal számolhatunk és kell számolnunk a közeljövőbe. Hozzá kell tennem azt, hogy azáltal, hogy több mint 50 éve ezen a szakmában dolgozom, természetesen ez adta meg nekem azt a érthető önzést, hogy mindazt, amit a rizikóról el akarok mondani, a vízzel kapcsolatos példákon tegyem meg. Miért a rizikó? Nem csak, hogy a víz önmaga több különböző rizikó forrása is lehet, hanem azért is, mert az emberek se a meglévő, se az időközben újonnan jelentkező rizikókkal nem kívánnak szembesülni. Nem veszik tudomásul azokat a rizikókat, amivel szembenézünk. Ez talán a közelmúltban a különböző figyelmeztetések ellenére mégis Horvátországban özönlő turisták példáján is lehetett látni, de nem akarok újra mutogatni senkire. Ennek a rizikó növekedésnek van viszont egy aspektusa, ami még kevésbé köztudott, nem csak, hogy nem akarják tudomásul venni az emberek, hanem nem is tudják, hogy létezik, és ez pedig a sérülékenység. A modern társadalmak egyre növekvő sérüléskenységnek vannak kitéve. Ez nagyon nehéz elhinnünk, pusztán azért, mert a sérülékenység maga nem jelentkezik addig, ameddig egy veszélyeztetettség nem válik valóssá, és ez a sérülékeny társadalom ezt a veszélyeztetettséget nem képes földolgozni. A sérülékenység viszont a rizikó egyik alapvető tényezője, és ahogy a sérülékenység nő, a rizikó is tovább nő, ha bár a veszélyeztetettség nem okvetlenül nő ezzel paralel. Új korszak, és ez talán az előadás címében az a rész, amiről a legkevesebbet fogok direkt, explicit beszélni, mert új korszak kezdetéről rengeteg különböző aspektusban gondolkozhatunk. Az antropocén az a földtörténeti korszak, ahol az ember a legmeghatározóbb erő, egy javaslat, amit kb. 2 évtizedet tárgyalnak geológusok, hogy az a korszak, amiben most élünk, ez még holocén-e, vagy már egy új geológiai korszak az antropocén. Az én véleményem az, hogyha az ember önmagát annyira fontosnak tartja, ez egy kicsit túllép azon, ami egy bizonyos emberi jámborság, alapvetően nem mi vagyunk a legnagyobb erő a Föld és a űrbe. De az új korszak lehet a digitális forradalom, az, ami már mérföldes léptékkel halad előre, vagy a post-covid világ, ami azután jön, amikor már vagy ezt a maszkot letehetjük, vagy hozzá fog nőni az arcunkhoz, vagy egyébként sokkal a médiában gyakrabban használt migrációs hullámok, vagy a kultúrák hanyatlása, amivel ezzel kapcsolatban gondolkozhatnak. Megígérem, hogy ez az egyetlen olyan komplikált ábra, amit mutatni fogok, ennek csak azért hoztam
be ebbe az előadásba, hogy lássuk azt, hogy gyakorlatilag egy veszélyeztetés az egy adott esetben, és most az árvizet veszem példának, az egy természetes esemény. Egy árvíz addig, ameddig nem okoz károkat, amíg nem érint embereket, és az emberek megélhetését, ez egy fantasztikus fenomenum. Az egy gyönyörű esemény, amikor látni a víz erejét, ahogy egy folyón hömpölyög lefelé egy árvíz. Mindaddig, ameddig ez a természetes jelenség emberekre talál, emberekre, akik sérülékenyek, és ez a sérülékenység, ami az árvízzel kapcsolatos, alapvetően egy belső a veszélyeztetéstől független magja van, ez, amit talán érzékenységnek lehet a legjobban magyarul nevezni. Én ide írtam az osztrák határ közelségére való tekintettel ezeknek a kifejezéseknek a német megfelelőjét. Ez az érzékenység, ez gyakorlatilag független attól, hogy milyen veszélyeztetettség ér minket. Ha valaki koros, ha valaki beteg, ha valaki tudatlan, az eleve érzékenyebb különböző veszélyeztetettségekkel szemben. Ezt a érzékenységet határozott módon tudjuk bizonyos ellenálló képességekkel vagy kapacitásokkal csökkenteni. Például, ha valaki tud úszni, annak van egy kicsivel több szansa, hogy nem fullad bele a vízbe, ugyan árvízbe úszni senkinek se javasolom, vagy hogyha van egy biztosítása, vagy egyéb anyagi ereje, amivel ezt a veszélyeztetettséget szembe tud lépni. Mind a kettőnek, tehát ennek a sérülékenységnek és a veszélyeztetettségnek a összege, de itt ne egy matematikai számítási formulára gondoljunk, hanem gyakorlatilag ennek a kettőnek az egyessége határozza meg a rizikót. A rizikó tehát gyakorlatilag, főleg, hogyha ilyen extrém eseményekkel kapcsolatban definiáljuk, az egy valószínűség, hogy mekkora károkat fogunk szenvedni. Ezt nem tudjuk előre se az érzékenységet, se a sérülékenységet pontosan meghatározni, nem, természetesen ennek megfelelően a rizikót sem, erre megfelelő módszerek vannak. Hogy ezt illusztráljam, mutatok egy képeslapot, amit 1910. januárjában adtak föl Párizsba, amikor egy 3 hétig tartó szajna árvíz öntött el a francia fővárost, olyannyira, hogy volt idő, hogy képeslapokat küldjenek, és a elöntött Párizsból küldték ezeket a képeslapokat szét. A közelmúltban a francia biztosító társaságok kutató intézete megcsinálta azt a felmérést, hogy ugyanez az árvíz bármikor újra előfordulhat Párizsba, miután semmi komoly ellenintézkedés az elmúlt évszázadban nem történt, ugyanúgy 600 ezer embert érintene, viszont a károk, az 1910-es károk 6-szorosa lenne, és pedig elsősorban azért, mert a modern társadalom teljes mértékben az elektromosságra van beállítva, gyakorlatilag 1910-ben a házak ugyan vízbe álltak, de az emeleteken lehetett fával fűteni, manapság egy gázfűtés sem tud az ember bekapcsolni, és ha így el legyen város öntve, ott muszáj lenne az elektromosságot kikapcsolni, különben rengeteg ember lenne, ahogy jó angolul mondják, electrocuted, tehát elektromos áramcsapás áldozata lenne. Hogy ez a társadalmi érzékenység mennyire változó egy országon belül is mutatja ez a felmérés, ami 10 évvel ezelőtt az egyik doktori tanítványom végzett el Németországban több mint 500 járás alapján, ahol 3 indikátor szettel próbáltuk megközelíteni, hogy mi az az alap érzékenysége a ország lakosságának különböző helyzetekben. Ezek arra utalnak, hogy melyik járásba mennyivel több a 64 évnél idősebbek száma, mekkora az egyszemélyre eső lakófelület, munkanélküliség, iskolázottság, vagy hogy milyen a népsűrűség és milyen a beépítettség jellege, tehát
bérházak vagy egységházak. Az érdekes az, hogy mennél vörösebb egy járás, annál érzékenyebb, annál nagyobb ez a belső, bármivel szemben való sérülékenység érzése. Nem véletlen, hogy a régi kelet-német, nyugat-német határ itt is meghatározó, főleg Szászország és Sachsen-Anhalt erősen piros, de érdekes, hogy a Ruhr area, ami annak idején a nyugat-német ipari súlypont volt, időközben szintén az egyik legveszélyeztetettebb régiókhoz tartozik. Hogy az emberek mennyire nem tudják, hogy minek vannak kitéve, vagy nem akarják tudomásul venni, mutatja ez Kölnben végrehajtott felmérés, ami a Rajna árvizével való kitettség tudomásul vételére utal. Mindazok, akiket megkérdeztek, kivétel nélkül az ártéren laknak. És látszik, hogy több mint egy harmadának fogalma sincs arról, hogy egy ártéren lakik. Pusztán 58% tudta, hogy hol van, és ott bármi történhet. Ez azért érdekes, mert Köln, hogyha Németországban egy árvízi fővárosról beszélünk, akkor két város vetekszik a címért, az egyik Köln, természetesen a kölniek szerint Köln a legveszélyeztetettebb, mások szerint Dresda, de valószínű, hogy Köln valóban joggal követeli ezt a címet. Hogy mennyire döntő és mennyire más aspektusok határozhatják meg egy megaváros rizikó jellegét, mutatja ez a müncheni viszont biztosító társaság által elkészített felmérés. A sárga szegmentjei a karikáknak jelzik a veszélyeztetettséget, tehát mennyiben fordul elő a megfelelő helyen komoly természeti jelenség, ami károkat okozhat, például a nyugati amerikai parton földrengések és cunamik, ugyanúgy Japánban is ez a csendes óceáni tűzgyűrűnek köszönhető. A vörös szegment a sérülékenység, és a kék a veszélynek kitett gazdagság. Mutatja, hogy a világ legveszélyeztetettebb városa Tokió, Yokohama, követi San Francisco, Los Angeles. Ami érdekes ezen a képen, hogy az európai városok egyrészt relatív veszélyeztetettek, de a rizikó, aminek ki vannak téve, elsődlegesen piros, tehát a sérülékenységből fakad. Nem annyira a veszélyeztetettség, inkább a sérülékenység. Ez aztán néhány fejlődő országbeli városnál még extrémebb, ez mutatja a felkészületlenség jelenlétét. Mi a nyugati városokban azt hiszük, hogy minden biztos, minden kontroll alatt van, semmi okunk aggodalomra. Pedig van, ez a ábra mutatja azt, hogy az elmúlt 3-4 évtizedben a természeti extrém események majdnem exponenciálisan nőttek, és ezek elsősorban a vízhez kapcsolódó extrém események voltak. Alul mutatja a földrengések száma, ami gyakorlatilag majdhogy nem konstans maradt, míg a vízzel, a klímával és egyéb ezzel kapcsolatos katasztrófák száma határozott emelkedést mutat. Hogyha egy kicsit szélesebb körbe akarjuk a világ problémáit vizsgálni, akkor 3S probléma van, amivel küzdenünk kell. A szaporodás, a túlszaporodás, a szegénység és a szennyezés. Érdekes módon, ha ennek az angol ekvivalensét vesszük, ott a 3P problémával vagyunk szembe, population growth, poverty és pollution. A három közül én elsősorban az első kettőre, a szaporodásra és a szegénységre fogok itt egy kicsit kitérni. Ez az ábra mutatja, hogy az emberiség az elmúlt 10 000 évben egy lassú lineáris növekedés, és emberiség számának egy lassú lineáris növekedés volt, ami az utolsó 300 évben ment át egy egyre begyorsuló exponenciális növekedésbe. Ennek a mértéke az utolsó évtizedekben egy kicsit lassult, de még mindig
nagyon erősen fölfelé mutat, 8 milliárd körül van a mai nap az a Földön élő emberek száma, úgy, hogy 1000 évvel ezelőtt még talán 300 millió ember volt csak a Földön. Ez az északi félteke száraz zónájának a képe az űrből fényképezve gyakorlatilag majdnem mindent elmond, mik azok a problémák, amivel mi szembenézünk. Ezt a képet gyakorlatilag bárki ingyen az internetből megtalálhatja. A kérdés az, hogy mit tud az ember erről leolvasni. És mi az, ami ez a kép és egyéb számok, amit mutatok, a számunkra a gondot okozhatják, és pedig az, hogy a lakosság évenkénti növekedése százalékba, elsősorban az északi félteke száraz zónájába és Afrikába történik. Ez gyakorlatilag természetes, hogy szaporodás az egyik legelementárisabb emberi jog, és az, hogy emberek megmondják, hogy kinek hány gyereke legyen, az egy beavatkozás valaki életében. Ha viszont ez a egy valakiből 1 milliárd ember viselkedik így, akkor ez már nem annyira egy személyes kérdés, hogy arról ne lehessen legalábbis tudományosan beszélni. Egyes országokban a szaporodási ráta még mindig évente 3% fölött van. Afrikára nézve egy nagyon érdekes számadatokat lehet találhatunk. 1980-ban, tehát 40 évvel ezelőtt, a két kontinens, Európa és Afrika körülbelül egyforma lakosságszámmal rendelkezett. Pár évvel ezelőttre már afrikai kontinensen 2,5-szer annyi ember él körülbelül, mint Európában. Ez 2050-re 5-26-szoros lesz, és 2001-re 3,2 milliárd ember várható Afrikába. Mondhatnám úgy is, hogy minden 5 bébiből a világon 4 Afrikába fog születni. Ennek több oka van, az egyik az, hogy a bizonyos gazdasági javulás Ázsiába és Dél-Amerikába egy egyértelmű fertilitás csökkenéssel járt együtt, ez a tendencia Afrikába nem megfigyelhető. Mint minden ilyen előrejelzésnél, egy optimista ember lévén az a reményem, hogy ezek nagyon pessimista számok, de még ha nagyon pesszimisták is, akkor is sajnos azt kell mondani, hogy a Aladdin szelleme kiszökött a palackból, ezzel a problémával nekünk szembe kell néznünk. És ez, ha most visszatérünk a víz kérdésére, mutatja azt, hogy körülbelül 20 év óta tudja mindenki, hogy az északi félteke száraz zónájába már a felsőfokú riasztásra van szükség, ahol az évente megújuló vízkészletnek több mint 40%-át vesszük ki a folyókból, és használjuk elsősorban mezőgazdasági célra, elsősorban az embereknek, amennyire lehet élelmiszer biztosítunk. Most nem kell sok fantázia ahhoz, hogy ezeket a számokat, természeti adottságokat és a sajtóban nap mint nap látott és hallott migrációs tendenciákat összevetve az ember láthatja, hogy honnan és miért, vagy mik azok az alapvető, majdnem megváltozhatatlan okok, ami miatt ezzel szembe kell nézni. Ha a klímaváltozást még ehhez hozzávesszük, és látják, eddig ezt a szót a számba sem vettem, hogy klímaváltozás, itt ez 2080-ig várható öntözés nélküli, tehát az úgynevezett eső alapú mezőgazdaságnak a termés várandóságát mutatja. Mutatja, hogy a legtöbb helyen, főleg megint az északi félteke szárazövezetében, akár 50%-os termés kiesésekre számíthatunk, míg a felmelegedés során Kanada, Oroszország, Skandinávországok vagy a déli féltekén egyes országok pozitív változásokat várhatnak, hogy aztán ez elegendő-e a Föld táplálásához, és adott esetben ezek az eltolódások milyen újabb migrációs hullámokat válthatnak ki. Ez gyakorlatilag per pillanat a önök fantáziájára bízom.
Ezt az összeállítást nagyon gyakran mutatom, hogyha egy ilyen előadást tartok, ezek napjaink realitásai. Csak olyan probléma van itt felsorolva, ami legalább 1 milliárd embert érint. A különböző kategóriákba összeadva többre jutunk, mint 8 milliárd ember. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberek közül sokan nem csak egy problémától szenvednek, ami itt föl van sorolva, hanem többtől. De két kategória az egész egyszerűen különböző, mert fizikailag más helyen vannak. Az egyik a úgynevezett megélhetési farmer, aki annyit tud termelni, hogy önmaga és családja megéljen, de nem vesz részt egy piaci gazdaságban. A másik az egy 1 milliárd városi nyomortanya lakó, erre van ugye az a nagyon politikailag korrekt angol kifejezés, hogy informal settlement. A nyomortanya az egy nyomortanya, és nem informal, persze, hogy informal, de és ami megint nagyon nyugtalanító, hogy Afrika városlakóinak 60%-a gyakorlatilag egy afrikai nyomortanya lakója. Ez a két csoport, ez különböző. Természetes a rurális, urbán migráció a két csoport közötti kapcsolat, tehát egyre több farmer hagyja ott a vidéket és próbál a városba szerencsét, de gyakorlatilag ez már eleve 2 milliárd ember nagyságrendjéről beszélünk, és hogyha egész szimpla logikával megnézzük, azt is leolvashatjuk ezekből a számokból, hogy körülbelül 1/3 a világ lakosságának olyan körülmények között él, ami a 21. századhoz nem méltó. Na most ez az 1/3 a világnak, az per pillanat lenne kb. 2,5 milliárd ember, hogy ezek ezen változtatni akarnak, vagy szeretnének, ez teljesen érthető. De ameddig ezt a problémát, és ezen a léptékben, tehát 2,5 milliárd emberről az gyakorlatilag 250 Magyarország, nem oldjuk meg, vagy nem látszik, hogy egy megoldás felé halad az emberiség, az addig egy súlyos betegség, egy súlyos fekély a Föld felszínén és a világ társadalmában. Ez is egy kedvenc ábrám, ami azt mutatja, hogy az elmúlt 100 000 évben az időjárás, vagy a klíma teljesen vadat játszott velünk. A két vonal mutatja az átlag hőmérséklet változatát, és az utolsó jégkorszak után, tehát körülbelül olyan 13 000 évvel ezelőtt hirtelen beállt az a földtörténeti korszak, a holocén, amikor a változások gyakorlatilag minimálisak lettek, a klíma tervezhető lett, és ez az emberi kultúra kialakulásának az alapja, hogy gyakorlatilag az emberek észrevették, hogy hoppá, nyáron tudok tehát mezőgazdaságot csinálni, növényeket termeszteni, amiből télen megélhetek. Ez a tervezhető klíma periódus vezetett először a nagy folyók mentén a folyómenti kultúrák kialakulásához, és ez az alapja annak, hogy mi per pillanat Covid ide, Covid oda, interneten keresztül ezt az előadást bárhol megnézhetjük. Erre nincs semmi biztosítékunk, hogy ez, ami 10 000 év óta ilyen kedves volt hozzánk, ez így marad. Akik a klímaváltozás kutatói, azok természetesen jelzik, hogy ez nem marad így, mert annyi széndioxidot és egyéb úgynevezett greenhouse gázt bocsájtottunk ki az atmoszférába, hogy az atmoszféra felmelegedésével megint egy melegebb és sokkal változékonyabb klímára számíthatunk. De még ha a klímaváltozás nem lenne, ami természetesen van, még akkor sem biztos, hogy ez így maradna. Tehát lehet, még adott hozzá kéne vennünk további geofizikai, vagy akár
kozmikus erőket, amik ezt a klímaváltozást még tovább bármilyen irányba is, de megváltoztatják. Ez viszont mutatja, hogy az emberiség ezt a 90 ezer évet mégiscsak átélte, és nagyon sokszor, tehát migrációs hullámok, kezdve Afrikából való kivándorlásokkal, amit némelyik hullám 20 ezer évig tartott, mint egy adaptációs módszer már a korai őskorba használta. Mint vizes mérnök nem tudtam magamat rászánni arra, hogy ezt a képet kihagyjam. Ez számomra is szerintem a világ legszebb pontja. Sajnos ezt a felvételt nem én csináltam, én csak ennek a képnek a bal oldalán, ott a sarkán álltam szembe a vízeséssel. Ez a Zambézi folyó Victoria vízesése egybe határfolyó Zambia és Zimbabwe között, és látható, hogy egy normális vízeséssel szemben az érdekesség az, hogy itt egy óriási folyó gyakorlatilag eltűnik a földkéreg egy hasadékába. Tehát az ember szembe tud állni a folyóval, és szinte az ember lába előtt eltűnik egy folyó. Hogy a nagyságrendet említsem, a Zambézi hosszabb, mint a Duna, a Zambézi vízgyűjtője nagyobb, mint a Duna vízgyűjtője, a Zambézi vízhozama körülbelül a Duna vízhozamának a fele. Tehát gyakorlatilag egy évben a Zambézin fele annyi víz folyik le, mint a Dunán. Ez egy alacsony vízállásnál készített kép. Ha itt árvíz lenne, akkor gyakorlatilag semmit se látnánk, mert az egész egy óriási párafelhőbe lenne bevonva. Itt ennél a képnél a mérnökök nagyon visszatartották magukat, csak egy egész kis vízerőmű működik, és az is csak éjszaka, hogy ezt a csodálatos, szépségű vízesést az embereknek, a világnak megtartsák. Nota bene, a Zambézinban két óriási tározó lejjebb, ami a két tározó együtt a folyó egy évi vízhozamát képes tárolni. De ilyen idillikus folyó tájkép nem csak Afrikában volt és van, volt Európában is. Ez egy festmény a 19. század elejéről, ami a Felső Rajnát, Franciaország, jelenleg Franciaország és Németország közötti határfolyót ábrázolja. Nem annyira vad, de ugyanúgy romantikus, és természetesen a biodiverzitás fészke volt. Ebből az 1820-as évek óta ez lett. Egy csatornázott gátak közé kényszerített folyó, vízlépcsők, hajóút, és egy magas hozamú kultúrtáj, ami természetesen a magas német életszínvonalhoz hozzájárul, és egy nem megvetendő pozitív példája annak, hogy ezzel a szabályozással a Felső Rajna vidékéről a malária eltűnt. Még a 20. század elején is a Felső Rajna gyakorlatilag malária területnek számított, mint manapság némelyik afrikai ország. De ez mutatja, hogy az, amit mi fejlődésnek tekintünk, vagy olyan utakat választottunk, ami gyakorlatilag természetes biotópokból egy elég sivár kultúrtájt hozott létre. És a következménye az, hogy ezáltal az árvízi lefolyás meggyorsult, és az elmúlt 120 évben Kölnnél, mint említettem, Németország árvízi fővárosa, az árvízi vízhozam csúcsok emelkednek. Tehát a veszélyeztetettség egy emberi beavatkozás folytán másút nőtt. Ez viszont nem általános. Ez a történelmi visszapillantás egészen 1300-ig a Majna folyó Würzburgnál mutatja, hogy amióta a szabályozás ott megtörtént, azóta ott az árvízi csúcsok viszont csökkennek. Ez a kép azért is érdekes, mert mutatja egy bizonyos keretek között a megsatszolt árvízi vízhozamot, ami 1342-ben volt a Majnán. 1342 azért fontos, mert ezt hívják úgy, hogy az európai vízözön éve. Ebben az évben az összes európai folyó egyidejűleg árvizet hozott, több ezer ember halt meg, és
feltételezem, de ez az én privát feltételezésem, hogy ez az árvíz hozzájárult ahhoz, hogy 2-3 évvel később a Pest is olyan mértékben tudott Európába áldozatokat követelni, ugyanis a fő veszteség az volt, hogy az egész termés elázott, elkezdett csírázni, és a penészes gabona evésre voltak az emberek kényszerülve, ami az immunrendszert legyengíti, és következményében 2-3 évvel később Európa fele belehalt a pestis járványban. Víz. Hát van kétféle víz, amit egy svéd kutató zöld és kék víznek nevezett el. Ez annyiból egy jó megnevezés, hogy így illusztrálja a különbséget a között, a víz között, amit kék víznek nevez, amit mérnöki módon tudunk szabályozni, vagy hasznosítani, mert a kék víz az elsősorban a gravitációs erőnek megfelelően mozog, míg a zöld víz a sokkal inkább a molekulális erők hatásának van kitéve, és ezt viszont legfeljebb mezőgazdasági és biológiai módszerekkel tudjuk befolyásolni. A zöld víz gyakorlatilag a csapadékvíz, amit a növények fölfognak, amit a gyökerek fölvesznek, tehát ami nem vesz részt a nagy földi vízkör folyamatban, ez gyakorlatilag több víz, mint a folyóvizek, meg a tavakvizei és a talajvíz. És a lényeges az, hogy mint látjuk, a világ nagy részén a mezőgazdaság első és az élelmiszer termelés elsősorban ezen a zöld vízen alapul. Na most, ahol sötétkék, ott már több mint 90% a vízfelhasználásnak kék víz, tehát felszíni víz. Az a víz, amit látunk, amire azt mondhatjuk, hogy ez az én vízem, ezt én akarom hasznosítani, és ez a kék víz, zöld víz különbség mutatja azt, hogy mik azok, hol vannak azok a helyek a világon, melyek azok a vízgyűjtők vagy folyómedencék, ahol a konfliktus potenciál nagyon magas, mert e fölött a relatív limitált kék víz készlet fölött több ország szeretne rendelkezni, ez a Nílus medencéje, a Tigris-Eufrates és az Aral-tó egykori vízgyűjtői, a Amudarja és a Szirdarja folyók. Ez a három vízgyűjtő, ahol erőteljesen a felszíni vizekkel öntözéses mezőgazdaság folyik, annélkül nem tudnának igazán termelni, és ahol a politikai helyzet sem pozitívan befolyásolja a vízelosztást és a vízfelhasználás esetét. Ezek közül a Nílusra akarok egy kicsit kitérni. Három ország, Etiópia, Szudán és Egyiptom, ami gyakorlatilag a Nílus alsó folyása, vagy ha úgy akarjuk mondani. Fölhívom a figyelmet erre a vörös négyszögre a Szudán-Etióp határon, és arra, hogy a Nílus, mint ismerjük, alapvetően két fő ágból, a Fehér Nílus és a Kék Nílusból táplálkozik. A Fehér Nílus az a Viktória-tó túlfolyása, tehát az egyenlítői afrikai régióból jön, míg a Tana-tó túlfolyása az etióp magasföldön táplálja a Kék Nílust. Ez azért lényeges, hogy a vízjárásba és a vízhozamba a Kék Nílus döntő szerepe van, sokkal több vizet ad az alsó folyásnak, mint a Fehér Nílus, és éppen ezért a terv, hogy azon a piros négyszög helyén Etiópia egy nagy völgyzárógátat épített, bizonyos irritációk forrása Egyiptom részéről. Az öntözéses mezőgazdaság ezen a területen, Szudán és Egyiptom elsősorban elengedhetetlen feltétele annak, hogy élelmiszert tudjunk táplálni. Itt összeállítottam a potenciális öntözhető mezőgazdasági felületeket, és azt, hogy ténylegesen hány százaléka ennek már öntözéses mezőgazdaságként lesz használva. Ez Egyiptom és Szudán esetében 70%,
míg Etióba esetében 1%, és az egész Nílus medencénél pusztán a öntözhető felületek fele van öntözve. Hogy aztán a víz elegendő lenne-e, hogy az egész potenciális felületet öntözzék, ez egy másik kérdés, valószínűleg nem lenne elegendő, de mutatja Egyiptom és Szudánnal szemben Etiópia abszolút hátrányos helyzetét a fejlődés területén. Mutatja azt is, hogy a táplálkozási deficitek a úgynevezett keleti medencébe, tehát Etiópia, Egyiptom és Szudán összehasonlításába, Egyiptomnál pusztán 5%-a a lakosságnak, amelyik táplálkozási deficitnek van kitéve. Etiópia esetében ez csökkenő tendenciát mutat, de 20 évvel ezelőtt még jóval több ember éhezett ott, mint Szudánban. A szudáni polgárháború és a politikai bizonytalanságok okozzák azt, hogy Szudánban gyakorlatilag nincs fejlődés, míg Etiópiában van. Ha összehasonlítjuk az országokat, hogy egy lakosra hány köbméter víztározó kapacitás esik, akkor gyakorlatilag leolvashatjuk azt, hogy ahol magas a víztározók való ellátottság, azok a fejlett országok, elsősorban Ausztrália és Észak-Amerika, és ahogy megyünk lefelé, Brazília, Kína, Laos, Thailand, Dél-Afrika, Etiópia 43 köbméter tározó kapacitás lakosánként, ha ez a völgyzárógát most üzembe megy, ez az úgynevezett Great Ethiopian Renaissance Dam, akkor ez az érték Etiópiába 630 köbméterre ugrik föl. Ez 63 köbkilométer térfogatú tározó, ez majdnem az egész Nílus egy évi vízhozama. Tehát annak a tározónak a megtöltése az elsősorban a neuralgikus, hogy milyen hány évet fordít majd Etiópia arra, hogy lecsípjen a vízhozamokból annyit, hogy Egyiptom ne érezze magát túlságosan hátráltatva. Mihelyt üzembe megy, azzal természetesen a vízbiztonság mind a két országban emelkedni fog, mert hirtelen majdnem két évnyi víz tárolására lesz kapacitás. Az emberi vízbiztonság, ami egy nagyon nehezen definiálható dolog, elosztása a világon, a magyar származású Vörös Marti Károly munkája alapján mutatja, hogy gyakorlatilag, ahol emberek vannak, ott minden problémák vannak, ahol világos kék vagy sötét kék a helyzet, ott a vízbiztonságot fenyegető veszélyek valószínűsége nagyon alacsony. A zöld zónák, ahol a helyzet javul, ez megint a legfejlettebb országok és legfejlettebb területek, a körülbelül satszolva 500 milliárd dollár költünk évente arra ezeken az országokban, hogy ez a helyzet javuljon vagy ne romoljon. Ahol mindig rossz volt, az a vörös, és ahol romlik, az a sárga és a narancssárga. Mennél sötétebb a szín, annál több embert érint ez. És ezt látjuk, hogy gyakorlatilag érthető módon a magasabb népszaporulat és a fejlődés relatív hiánya miatt, kivéve a Kongó medence közepét, Afrikában a helyzet romlik, Kínában és Indiában a helyzet ugyanolyan nehéz és rossz, mint eddig. Ha megnézzük, hogy hol várhatunk akár klímaváltozás, akár túlszaporodás, akár egyéb más okból vízzel kapcsolatos problémát, akkor ezek a körök jelzik, hogy vagy a gleccserek fognak elolvadni, vagy a talaj fog elsósodni, vagy a vizet egész egyszerűen nem érik el a folyók, a tengereket. Ezek mind-mind déli és a déli és az északi félteke száraz zónája közelében vannak, és ha ígéret földjéről vízzel kapcsolatban beszélhetünk, az a távoli északon található. Egyszer Miszlivetsz Ferenc professzor úr íróasztalán láttam egy könyvet, ahol orosz kutatók, Arktisz kutatók írták, hogy
Isten hozott az Arktisz évszázadába. Természetes, az ígéret földje, ezt a Bibliából is tudjuk, megint vándorlással függött össze, és az megint nem mindig békésen zajlott le. Magyarország. Mi Magyarország jövője a Kárpát-medencébe víz szempontjából, és gyakorlatilag a Duna vízgyűjtőjének abszolút közepén elhelyezkedve Magyarország jövője elválaszthatatlan a Duna-medence vízviszonyaitól ma és a jövőben éppen. És itt akár történelmileg visszamenve, akár a történelmi Magyarországot nézzük, vagy a jelenlegi magyar határokat, ezen semmi változás nem történt Trianonban. A jelenlegi klímaváltozási szimulációs számítások alapján a közeljövőbe, és ez gyakorlatilag az első kör a 2020-2050-es periódust, a tőle jobbra lévő kék kör a 2070-2100 körüli időszakot mutatja, a referencia pedig a utolsó 30 év 1961-1990 között, ahhoz képest melegebb és szárazabb nyarak, melegebb és nedvesebb telek, és többé-kevésbé víz szempontjából kis változáson átmenő ősz és tavasz, de melegebb időjárás várható. Mit jelent ez vízgazdálkodásilag? Egy sokkal részletesebb tanulmány, ami a Duna felső folyását a német Duna szakaszon passaui vizsgálta meg, hozta azt az eredményt, hogy összehasonlítva a 2071-2000 közötti állapottal 2060-ig körülbelül 3,5-16% csökkenés várható a csapadékba, ezzel szemben meg fog növekedni a párolgás és a transpirációs vesztesség egészen 25%-ig, és az eredmény az, hogy a lefolyás 5-35%-kal csökkenhet. Ez azt jelenti, hogy ha megint nagyon negatívan akarjuk nézni, akkor legalábbis a Duna-németországi szakaszáról majdhogy nem egy harmaddal kevesebb víz várható, mint jelenleg. Természetesen az osztrák szakaszon további hozzáfolyások vannak, de alapvetően, ha a klímaváltozás azzal a léptékben halad előre, amit a 2010 körül kiszámoltak és próbáltak előrejelezni, akkor határozott csökkenésekre számíthatunk. Mit tesz az emberiség ez ellen? Hála Istennek megpróbálunk valamit tenni, a fenntartható fejlődési célok, vagy az SDG, Sustainable Development Goals, amit az ESZ 2015-ben határozott el, többek között van egy vízzel kapcsolatos cél. 2018-ban az ENSZ különböző vízzel foglalkozó intézményei csináltak egy felmérést, és a felmérés eredménye sajnos nagyon kiózanító. A fejlődés üteme nem arányos a célszintekkel és a határidőkkel. Ha így megy tovább, mint 2015 és 2018 között, akkor 2030-ra a célokat nem érjük el. Az országok 80%-ában a vízszektor költségvetése nem elégséges, és az alcélokra, amik a vízellátás és szanitációra irányulnak, évente 114 milliárd dollárt fordít a világ, ezzel kapcsolatban a évi károk átlaga 500 milliárd dollár. A teljes hivatalos gazdasági segély, tehát amit a fejlett országok biztosítanak a fejlődő országok számára, 2016-ban 5%-a került beruházásra a vízszektorba, és ez kb. 8,8 milliárd dollár volt. Ezek a számok próbálják azt leírni, hogy hol áll a világ a célok elérése terén, vízhasználat, mennyi a mezőgazdaság, ipari, milyen a biztonságos vízellátás átlaga és az alapvető szanitáció átlaga,
ez mutatja, hogy a fejlődő országokban masszív elmaradásokban vagyunk, és 2050-re a világ bruttó termelésének kb. A fele lesz befolyásolva a vízhiánytól. Mindazonáltal ezek valószínűleg, hogy nagyon optimista előrejelzések, mert pusztán az országok önkéntes jelentéseire alakul. Hogy tudjuk effektívebben menedzselni a vizet? A legutóbbi években merült föl az, hogy a víz, az energia és az élelmiszer ellátás szorosan kapcsolódnak össze egymáshoz, ez az úgynevezett nexus, ami gyakorlatilag arra késztette a koncepcionális kutatókat, hogy megpróbálják ezt a három fontos létfenntartáshoz fontos faktort közösen menedzselni. A probléma különben az, hogy a víz, föld és az energiaforrások különböző módon lesznek kormányozva és menedzselve, aminek komoly piaci következményei vannak. És ezeknek a különbségek hátráltatják roppant mértékben azt, hogy ez a nexus management a valósággá váljon. Ezt a víz perspektívájából igaz, de sajnos a többi szektorra is. Például a vízellátás biztosítása úgy, hogy egy relatív gyéren lakott vízgyűjtőből vizet vigyünk át egy másik vízgyűjtőbe, ahol magasabb a népsűrűség vagy több öntözésre alkalmas talajfelület van, ezzel egy széleskörű ellenállás van. Tegyük hozzá okkal, mert a környezeti következmények nem lennének elhanyagolhatók. Viszont a nemzetközi élelmiszerkereskedelmet és az energiarendszerek összekapcsolása az nem csak hogy tény, hanem még minden szubvencióval erősítik is. Megoldatlan és nagyon vitatott, hogy hogyan értékeljük a vizet. Az alapvető gátolja a vízbiztonság eléréséhez szükséges nagyméretű és hosszantartó beruházásokat. Ameddig a víznek nincs ára, addig nem lesz privát beruházó, aki komoly mértékben beruházó. A három terület, tehát élelmiszer, energia és víznél teljesen különböző és politikailag motivált pénzügyi segélyek léteznek, és ezeket visszatükröző árak elködösítik ezt a nexus menedzsmentet. Energiáért mindenki gyakorlatilag világpiaci árat fizet, ami erősen fluktuál, azt szerint, hogy találtak-e valamit, vagy félünk-e az olajtól, vagy találunk-e valami megújuló energiaforrást. Az alapvető élelmiszer árak sok helyütt szubvencionálva vannak, és a vizet legszívesebben mindenki ingyen szeretné. Főleg a mezőgazdaságban. Ami azt az árat kérnénk a farmeroktól az öntözővízért, aminek az ára van, akkor az élelmiszer árak fölmennének a plafonig. Az előadáson végehez értem, és a következtetéseket vagy javaslatokat szeretném tenni. Vannak bizonytalanságok mindabban, amiket mondtam, a számokban, és nagy tudásdeficitjeink vannak. De ennek ellenére nyilvánvaló, hogy az az új korszak, ami talán már el is kezdődött, a jelenlegi vagy az eddigi korszakok gondolatvilágával, megoldás technikájával nem tudjuk kezelni. A társadalmi értékrendszerek radikális változására van szükség. Egy őszinte szellemű együttműködés, amikor a gazdag európai, vagy amerikai, vagy kínai Afrikába megy, és ne arra gondoljon, hogy micsoda extra profitot fog ebből csinálni, hanem együttműködjön. Egy jövőorientált politikai rendszerekre és megoldást biztosító politikára. Ne csak blabla legyen a politika, hanem lássák be, hogy az emberek döntéseket és megoldásokat várnak. Újszerű és társadalmi egyetértésen alapuló ipari és mezőgazdasági paradigmákra. Per pillanat
Az egyik azt mondja, hogy csak organikus mezőgazdaság jó, a másik azt mondja, hogy iparosítani kéne. Valószínű, hogy egyiknek sincs teljesen igaza, és mind a kettőnek valami igaza van. De ezek per pillanat kibékíthetetlenül állnak egymással szembe, és az eredmény az, hogy nem tudunk előrelépni. És mind ahhoz, hogy ezek megtörténjenek, mind a tudomány és a tanulás szerint ugrásszerű fejlődésre van szükségünk. Egy csomó ugrás, ahol nem csak hogy az ugrás mértékét, hanem az ugrás irányát is jól kell, hogy eltaláljuk. Angela Merkel 2015-ben mondta azt, hogy schaffen es. Én ezt kérdőjellel teszem föl, sikerül ez nekünk? De az én válaszom is az, hogy muszáj, hogy sikerüljön. Ha nem sikerül, akkor nagyon-nagyon szürkén, hogy ne azt mondjam, feketén nézhetünk a jövőbe. Köszönöm szépen!